A Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma 2009. májusában kezdte el a kétnapos országos egyháztörténeti verseny szervezését. A megmérettetésre 16 csapat érkezett a Kárpát-medence több pontjáról. A verseny célja leginkább az volt, hogy a gyerekek egyháztörténeti felkészültségükről számot adjanak, megemlékezzünk a Calvin születésének 500. esztendeiről, és hát, hogy találkozzanak egymással a határon túli diákok, a pataki diákok, más kollégiumok diákjaival, és erősítsék a református identitástudatukat. A versenykiíráshoz a Debreceni Református Kollégium Dóci Gimnáziuma is szívesen csatlakozott. Nagy kihívás, úgy gondolom, egy 11-es diák számára Calvinnal foglalkozni, ugyanakkor föl kell vállalni ezt a szellemi kihívást egy magyar református keresztjén diáknak is. Ahhoz, hogy később a református egyházban, a magyar társadalomban, határon belül vagy határon kívül eligazodjon az egyház dolgaiban, a társadalmi kérdésekben, nagyon nagy segítséget nyújt erre a versenyre való felkészülés. A megmérettetésre határon túlról is érkeztek csapatok. A legkeletibb református kollégiumból érkeztünk, ugye Székelyföldnek is a belső részéből, Kézdivásárhelyről, felső háromszék, ami abból a szempontból is sajátos református kollégium, hogy egy katolikus többségű környéken működünk, mint református kollégium. A diákjaink nagy része pedig Kézdivásárhely környéki falvakból, gyülekezetekből érkezik a kollégiumba. Én azt hiszem, hogy elsősorban tapasztalatszerzés az, amiért megéri elhozni ide egy ilyen versenyre a diákokat. Az írásbeli feladatlap kitöltése után a diákok pozitívan értékelték a versenyt. Elég jól felkészítettek minket, mi is könyveket szereztünk be, onnan elolvastuk a leckéket, a verseny is elég jó volt. Hát volt, be kellett karikázni a helyes válaszokat, kiegészíteni, összehasonlítani, képet felismerni. Nagy öröm számunkra, hogy részt vettünk egy ilyen versenyen, mert az iskolát is képviselhetjük, mert azért Patak szervezte, és azért illik részt venni a parokiaknak is ezen a versenyen. Továbbá egy erős megmérettetés is. Megtudhatjuk, hogy mennyire széles körül a tudásunk Calvinnal kapcsolatban. A kétnapos szellemi vetélkedőt a Kecskeméti Református Gimnázium csapata, valamint a Sárospataki Református Gimnázium csapata nyerte holtversenyben. A harmadik helyezést pedig a helyi gimnázium második csapata érte el.